készül az alapozása annak az idősügyi nappali ellátónak, amelyet Nyíregyházan az Őz utcán építenek. Egy meglévő ingatlant bontottak vissza, és annak a helyére tervezték a kétszintes, energetikailag és kialakításában is modern és fenntartható intézményt. Idősügyi nappali ellátó szolgáltató házat építünk itt, illetve egy másik helyen Nyírszőlősben, a Kollégium utcán is. Ez egy nagyon fontos beruházás, tovább javítja a szociális ellátórendszerüket kifejezetten az idősek szempontjából, az idősügyi ellátás szempontjából, de örömmel mondhatom, hogy nem egyedi ez a beruházás, hiszen csak az elmúlt évben átadtuk a Vécsey utcán a Szociális Gondozói Központnak szintén egy idősügyi nappali központ felújítását, a Gyermekjóléti Központnál pedig a Körte utcán és a Május 1 téren két szintén felújított rendszert, két épületet. A polgármester az épület alapkőletételén elmondta, az infrastruktúra lehetőséget ad arra, hogy a város ellátórendszere fejlődjön, és több okból is kiemelkedően fontos az idősügyi szolgáltatások fejlesztése. Nem csak azért, mert több mint 570 millió forintot tudunk rá fordítani, és ebből csak 10 millió forint az önkormányzat, többi nyertes pályázati forrásból adódik, hanem azért is, mert a szakmai háttér is nagyon jó, az is folyamatosan fejlődik, több mint 540 dolgozója van a szociális ellátó rendszernek, ami elsősorban nyíregyháziakat, de térségi agglomerációs feladatokat is ellát, tehát még megyeszékhely vagyunk, egy központ is, és én azt remélem, hogy ezt a most is magas színvonalat tovább tudjuk javítani, illetve a jövőben fenntarthatóvá tenni. Kovács Ferenc hozzátette, a munkálatok jó ütemben zajlanak mindkét helyszínen, és a tervek szerint még idén át fogják adni az épületeket.